Van egy sértett, akinek nyilvánvaló, hogy a hozzátartozóját valaki megölte. Amióta az állam létezik, azóta az állam azt mondta, hogy kiveszem sértett kezedből a bosszúnak a lehetőség. Hát nem tudom, hogy még mai napig sem tudom, hogy hogy volt ez az egész dolog. Megütöttem ezt a asszonyt, és tulajdonképpen így indult el, így kezdődött el. És láttam, hogy kezd eszméletre térni. És hát féltem, hogy elkezd kiabálni, vagy tudom én, kiszalad az utcára, mert nem volt ez egy ilyen nagy, ez egy ilyen üzlethelyiség volt az egész. És oda mentem, és hát leütöttem meg. Meg bele is rúgtam egy párat. És egy idő múlva megint látom, hogy magához tért. És akkor a szekrénynek a tetején észrevettem egy ilyen faszobrot. És azt megfogtam, és azzal ütöttem le utána. Ráütöttem 3-4-et. Nem tudom, pontosan nem emlékszem rá. Most akkor elcsendesedett megint, összepakoltuk a ékszereket, meg a pénzt, amit találtunk. Ennek olyan vége láthatatlan idő ez még, hogy én most benn vagyok 9. éve, és elképzelem azt, hogy még ugyanennyi. Szóval lehet, hogy meghalok itt, vagy akármi. Teljesen el van veszve itt az ember. Olyan, mint egy kis halál tulajdonképpen ez az egész. Egyszerűen semmi nincsen. Olyan, mint hogyha egy ilyen mozgó hulla lenne. A bíróság úgy érzi, hogy annak a személynek a nevelése már nem lehetséges. Úgy érzem, hogy meg kell adni a lehetőséget a bíróságnak arra, hogy akár halálbüntetés is kiszabjon. Elítélt előtte való nap tudja meg, hogy az ítéletet mikor hajtsák végre. Mégpedig úgy, hogy kiszáll a bíróság, és közli vele, hogy holnap reggel 5 órakor az ítéletet végrehajtsák. Írhat haza, vagy bárkinek levelet, mit tudom én, hagyatékot, vagy körülbelül egy 20 percet megnéz a két orvos, megalapítsák, hogy a halál beállt, leveszik a fáról is. Tehát teszik egy ilyen hordágyszerűség. Nekem az a véleményem, hogy emberileg nem egy felemelő dolog ez a kivégzés. Neveletiszt vagyok. 15 éve csinálom ezt. Én megmondom őszintén, magánemberként egyetértek a halálbüntetés eltörlésével, tehát nem tartom jó büntetési nemnek. Viszont az élet fogytiglannal kell valamit csinálni, hogy perspektívát kell adni az embereknek. Tehát meg kell szüntetni azt, hogy semmiféle esélyük ne legyen, valami esélyt kell adni. A szabadulásra, kedvezményre, feltételesre, vagy sosem szabadulásra, de valamilyen perspektívát kell az embereknek adni. Tizenhetedik évet töltöm most. 16 év 4 hónap. Azt tudom most mondani önnek, hogy védekeznünk kell az élet ellen itt. A lehetőség szerint minél jobban
érzéketlené kell válni ahhoz, hogy egyáltalán túl lehessen élni. Elég, ha csak megszólítanak. Most nem csak rólam van szó. Elég, ha megszólítom mondjuk a társamat valamiért, és ő akkor éppen abban a saját magától felépített kis világában van. Ott tartózkodik, én nem veszem észre, akkor már csattan a pofon. Most olyankor, amikor bejönnek a beszélőre például a hozzátartozók, akkor az ember próbálja úgy tekinteni, mintha idegenek lennének. Egyszerűen sajnos muszáj. Mert ha nem, akkor ott helyben nagyon nagy bajok lennének. Azt hiszem, hogy kitörnénk.